Sziasztok! Egy újabb motivációs videóhoz. Nézze mindenki meg, ez mindenkinek szól. Nem csak akik edzenek, vagy akik nem edzenek. Ez most mind a több mint 6,5 ezer feliratkozónak szól. Életmotiváció lesz, spontán videó. Őszinte leszek, maxot fogok adni. Szóval egy őszintébb, személyesebb videót rég láttatok tőlem. A motivációs videóm úgyis nagyon spontánok és emocionálisak. És ez is ilyen lesz, nem fogom vissza magamat. Ma péntek este van, munkából jövök, és úgy éreztem, hogy most megint kell egy motivációs videó. Nekem is jól esik ezt kimondani, és remélem, hogy nektek is ez fog segíteni, hogy az élet miről szól, hogy mit igazából fontos. Hogy mi igazából fontos. És úgy kezdem el, hogy jött ez a motivációs videó, hogy jött ez a vágy, hogy most nektek csinálok egy videót péntek este. Most, amikor ti nézitek meg a videót, szombat lesz, mert szombatra töltöttem föl. Tök mindegy. Úgy jött, hogy minden nap, ugye Budapesten lakok, és Pesten dolgozom, mint edző, de Budán lakok. És minden nap busszal megyek át Pestre, és ugye vissza is. És minden nap, aki ismeri Budapestet, a szép Erzsébet hídon megy át a busz, és minden nap látom ezt a gyönyörű várost. Én szerelmes vagyok a városba, ezért is jöttem vissza. A legjobb döntés, Budapest, imádom, itt születtem, egy olyan mély, közel érzésem van ez a városhoz, szóval ez most lényegtelen, vagyis nem, mert így jött ez a videó. Jöttem a buszon, már kezdett 8:30 van, már félig sötét volt, és néztem a fényeket, láttam a budai várat, láttam a Dunát, ahogy már sötétedik, és kezd a Duna fény lenni, láttam a parlamentot, szóval láttam ezt a csodálatos, szép várost, oké? És egyszerűen csak hirtelen ez a mély boldogság volt bennem. És megint kattanás jött, és megint tudatosítottam, és észrevettem, tényleg, az igazi boldogság az kis dolgok. Az igazi boldogság az egy ilyen pillanat, valami szépet látsz, valami gyönyörűt, valami különlegeset, ami téged itt mély a szíveden meghat. Ez egy személyes boldogsági pillanatom volt, és ezért éri már élni. És a boldogság az nem egy kurva jó autó, pénz, a legjobb munka, vagy stb. És ez nekem, ez a pillanat, hogy átmentem a Dunán, ültem a buszon és kinéztem, ez a mély boldogság érzés, ez kellett, mert az utolsó hetek nem voltak könnyűek, az utolsó hetekben túl rákoncentráltam, hogy végre akarok egy autót, aki ismer már jobban, a szenvedélyem a BMW, már Németországban volt BMW-m, és tudom is, hogy előbb-utóbb lesz is, de a legszívesebben most akartam egyet, de arra még nincs pénzem, és ezért néha utolsó hetekben elégedetlen voltam, nem voltam boldog, és ma kaptam az élettől úgymond egy pofont, vagy hogy kelj fel, Krisz, a boldogság az megvan. Nem kell keresni, boldog lehetsz, mert minden a boldogságért megvan neked adva. Mert ezt már sokszor mondtam, a kis dolgok, ami minket boldoggá tesznek. Nem a kaja, a diéta, az, hogy izmos vagyok. Nem. Ezek a pillanatok. Ezek a pillanatok, hogy felkelünk, akinek terasza van, kertje van, felkelünk, besüt a szobában nap, és egy boldogság vesz el minket. Egy boldogság terít minket el. És ezt nem tudjuk elmagyarázni, hogy ez miért van, de ez is azt mutatja, hogy nekünk ezek a kis dolgok, hogy mi egy vagyunk a természettel. Mi egy vagyunk, ahogy már mondtam, a univerzummal, és ezek a anyagi dolgok, ezek nem tesznek boldoggá. Minden nap keresek ezeket a kis dolgokat, és ne azért edzünk másokért, ne azért csináljunk valamit, hogy másokat boldogítsunk. Mindent, amit csinálunk, mi miattunk,
és azért, hogy ez minket boldoggá tegyen. És ne azért, és ha valamit csinálunk, ami nem tesz boldoggá, ne csináljuk. Egyesek fogják mondani, egyes okosok, hogy a munkám az gáz, de kell pénzt keresni. Igen. Aki a történetemet ismeri, én is régebben olyan munkát csináltam, nem voltam boldog. Nagy erőfeszítésbe került, megcsináltam Berlinben a személyedzéskodát, elkezdtem komolyan edzeni az életmód változás, és az egyik leggazdagabb országból idejöttem. És tudjátok, hogy mi? Ilyen boldog, mint most, Németországban, a gazdag Németországban sohasem voltam. És nem voltam szegény, mindenem megvolt. BMW, lakás, minden. Barátnő, minden. Barátnőmnek Audi TT-je volt, nekem BMW, kupém volt, de nem voltam olyan boldog, mint most. Minden nap mehettem a BMW-mmel, ha kedvem volt, mehettem a barátnőm TT-jével is, mentem is. De ezt az érzést, amit még mondom, a buszon átéltem, azt az érzést, azt a mély boldogságot, az, hogy meg vagyok elégedve azzal, ami most lehetek, hogy egészséges vagyok, és egyszerűen csak boldog lehetek azért, mert élek, pontosan ez az. Boldog legyünk azért, hogy egészségesek vagyunk és létezünk, hogy a szüleink minket a földre hoztak, ide hoztak, életbe hoztak, ezért boldogak és hálásak legyünk. És ez sokkal mélyebb boldogságot adott nekem, mint minden autó, amiben ültem, és még fogok is. És minden pénz, amit keresek, és minden más. Nem kell a boldogságot keresni. Nézzünk körül. Körülöttünk van. És ezt mondom mindig, amíg egészségesek vagyunk, addig ne panaszkodjunk. Boldogságnak a kezét, a boldogság kitálja a kezét, ha nyitott szemmel megyünk, és csak kapaszkodjunk a boldogság kezébe, és boldogok vagyunk. Nagyon szimpla, nagyon egyszerű. Nem kell semmit túl komplikálni. Nem kell semmit túl komplikálni. Ezért kezdtem el a YouTube csatornámat. Ez a legfőbb cél, a motiváció. Mert ez egy őszinte, igaz dolog. Nem játszok valamit el, hanem én azt, amit tapasztaltam, azt, amit minden nap átélek, nektek továbbadom. És itt nem kell nekem színészkedni, én ilyen vagyok, amilyen. Akinek azt mondja, hogy ez túl sok, vagy színészkedek, leszarom, én ilyen vagyok. És ezt ajánlom mindenkinek. Ha visszafogott vagy, akkor visszafogott vagy. Légy olyan, amilyen a természeted, mert a természeted az a természetes. És ha természetes vagy, akkor boldog vagy. És nem fontos, hogy mások mit gondolnak. Ezt is mindig mondom. Nem fontos, hogy mások mit gondolnak. Csak egy fontos, hogy te mit gondolsz. Csak egy fontos, hogy te boldog vagy azzal, ami vagy, amit csinálsz. És hogy minden nap boldog vagy azért, hogy élhetsz. És nem akarok senkit se ijeszteni. De a második világháború már 70 éve volt, 80 éve. És ha most egy kicsit körülnézünk, egyértelműbb lesz, hogy lehet, hogy holnap, lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy öt év múlva, megint valamilyen háború lesz. És ha most, ebben a békés időben, ahol szabadok vagyunk dönteni, szabadok vagyunk boldog lenni, ha most nem vagyunk boldogak, akkor sohasem leszünk többé. Mert a következő évek, évtizedekben sajnos abból kell kiindulnunk, hogy Európában, a világon nagy gondok, akár háborúk, világháborúk, és még sokkal durvább dolgok is lehetnek. Afrikában az embereknek 50 év múlva nem lesz már víz, milliói, milliárdi el fognak indulni Európába. Most éljünk, most, amíg tudunk, legyünk boldogak. És a boldogság
az olyan, mint egy döntés. Hülyén hangzik, de most eldöntöd, hogy igen, boldog vagy. Boldog vagy, és ha eldöntöd, akkor könnyebben is fog esni, olyan dolgokra gondolni, ami nem természetes. És ez még egyszer mondom, ez nem természetes, hogy békében életünk, mert az emberek, egyese, akik a csúcson vannak, akik minket uralkodnak, anyagi kapzsik, gonoszak, és egy élet nekik semmit se ér. És mindig is voltak háborúk, mindig is voltak terroristák. Ez most nem új dolog. Lehet, hogy így adják el a tévében, de ez nem új dolog. Ez itt élvezzük minden pillanatot, mert lehet, hogy holnap már nem tudjuk. És így, ahogy most van a életünk, lehetünk boldogak. Legyünk boldogak, hogy vannak szüleink, legyünk boldogak a gyerekeinkkel, hogy minden nap láthatom a gyerekeimet. Hogy minden nap a gyerekeimmel nevetetek, hogy gyerekeimnek adatok ennivalót. És ne az legyen, hogy most arra koncentrálunk, és az, hogy milyen kaja, nyilván fitness, életmód, igen, ez egy plusz, de ez nem a boldogságnak alapja. Legyünk boldogok már azzal, ami van, és ne görcsöljünk. Mert a boldogság az nem a külső. Én most csak, ha a külsőmet nézem, attól én nem vagyok boldog. Attól én nem vagyok boldog. Ezért, ha most nagyon komolyan és őszintén nézzük, tök mindegy, hogy kívülről hogy nézek ki, belül. Belül légy szép, légy boldog. Most egyesek azt mondják, Krisz, de neked fontos a külsőt. Nekem a belső a fontos, hogy magamat belül jól érezzem, és az edzésnek ez, hogy izmos vagyok, hogy jól nézek ki, ez a plusz, és őszinte vagyok. A testemben, ha most csak a testem, az izomzatomat nézem, ahogy elmondtam, az nem boldogít. Ezért nekem ez nem ad boldogságot, és nektek se fog. És nem az fog boldogságot adni, hogy kinyomtok 100 kilót, hogy edzetek, hogy kurva jól néztek ki, hogy mindent megcsináltok, hogy éltek ezt a fitness életmódot. Ha tudjátok, ha szeretitek, csináljátok, persze! Egy szóval, vagy most, vagy soha. Viszonylag békében és jólétben élünk, tudom, egyesek mindig panaszkodnak, azokkal nem tudok mit csinálni. Majd panaszkodhatok, ha jön a következő világháború, majd panaszkodhatok akkor, ha napi egyszer tudtok vizet inni, ha már nincs víz, áram, ha 500 gram fél kiló fejjel kenyéből kell naponta kijönni, majd akkor panaszkodhatok. De most luxus problémák. Nem tudom megvenni a kreatinumot, mert nincs pénzem. Nem tudok venni csirke mellett, mert nincs pénzem. Ettől nem függ a boldogság. Még egyszer mondom, én már tényleg mostantól, és ez magamnak is szól, mert én is utolsó hetekben gázoltam, kocsit akartam, nem voltam boldog, mert ugye kell a BMW, mert akkor vagyok boldog, nem. Boldog vagyok mostantól, tudatosítom, és ti is, ezt szeretném a végén mondani, tudatosítjátok, hogy a boldogságért nem kellnek anyagi dolgok, hanem csak te, vagy ha van egy párod és szereted, akkor két ember is adhat boldogságot. Ha meg szinglik vagytok, akkor is van nagyon sok okotok, hogy legyetek boldogok. Még egyszer mondom, az egészség, és hogy minden nap fel tudunk kelni békében. Egészség és béke, és hogy szabadok vagyunk. Oda mozoghatunk, ahova akarunk. Most kedvem van, a videózás után kimegyek, sétálok, itt lakok a Gellért-hegyen, felsétálok a Citadelláig, 10 perc a Citadella, és boldog vagyok, mert látom ezt a szép várost. És egy mély, belül egy mély boldogság fog elteríteni, egy mély elégedettség. Elégedettek vagyunk, ha boldogok vagyunk. És minden, amit elérünk, nyilván célok kellenek, hogy tovább fejlődjünk, de az egy plusz. Még annyit beszélnék, de már sokat beszéltem. Remélem, hogy egyeseknek a beállítottságot, meg a szívét kicsit megmozgattam, szíveteket. És tök mindegy, hogy honnan jövünk, honnan jössz. Most egyesek azt mondják, hogy Budapesten laksz, milyen jó itt neked, költöz ide.
mit tart vissza, költöz ide, kész, ne választhatok ilyen hülyeség kifogásokkal. Kifogások nincsenek, lustaság van. Ennyi. Még azt mondom, kifogásod csak valamilyen egészségügyi dolog lehet, meg a halál. Nagyon szép életet kívánok nektek, élvezzétek minden pillanatot, mert minden pillanat csak egy pillanatig tart, ugye? Utána vége. És ilyen, hogy végig boldog vagyunk, úgy sincs. Szóval élvezzük azt a pillanatot, ami boldoggá tesz, mert ez, erről szól az élet. Megszületünk, és meghalunk. És az élet az egy ajándék. És ha kapsz egy ajándékot, akkor nem kezeled gázul, szarul, dobálózod, hanem értékeled. Elfogadod, és a lehető legjobban vigyázol rá. Vigyázzunk az életünkre, akkor boldogok leszünk, és a boldog vagyunk mi is, az emberek körülöttünk is azok. És kedves feliratkozóim, még egyszer mondom, mi már a dolgokat tudatosítottuk, adjuk át ezt a pozitív, boldog életmódot, akárhogy nevezzük, hogy még több ember észrevegye magát, hogy a kis dolgok ott kell elkezdeni boldog lenni. Napról napra, pillanatról pillanatra. Ennyi volt, és nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm azt, hogy támogattok a sok pozitív kommentek, és ez is, ha most elolvasom fejszen, vagy YouTube-on, amit annyian írnak nekem minden nap, hogy én miattam életmódváltozás, lefogytak 10 kilót, jobban érzik magukat, boldogabbak. Annyi boldogságot érzek ilyenkor, nem tudom kifejezni. Olyan boldog vagyok, amikor ilyet olvasok. Köszönöm, hogy vagytok. Ennyi volt, és hello!